20. fejezet. Most azonnal elmegyek, jelentette ki Ahsoka, amint a szoba kiürült. Pár perc kell csak, amíg összeszedem a holmimat. Áslá, felelte Fardi. Sajnálom, hogy keresztűzbe kerültél az előbb. Nem akartuk, hogy a tevékenységünk miatt a birodalmiak felfigyeljenek rád. Ahsoka felkapta a fejét, és meglepetten kérdezte. A tevékenységetek? De hát én... Elakadt a hangja, aztán pár pillanatig döbbenten nézett össze a férfival, aki végül felkacogott. A hajóinkkal repültél, amikor végrehajtottál a mentő akcióidat, mondta aztán, és Ahsoka rájött, hogy a férfi eddig nem volt biztos a dologban. Azt hittett, hogy a birodalmiak miatt jöttek ide? Hát, igen, bökte ki Ahsoka. Miért, nem? Nos, alig ha valamennyiünk miatt, mint az kiderült, válaszolta Fardi. Nem tudom, hogy mire készülsz, de nekünk olyan szerződéseink vannak, és olyan árut szállítunk, hogy a munkákkal folyton megszegik a birodalom törvényeit. Te is vittél efféle rakományokat. A feleségem dühös volt rá, miért veszélynek tettelek ki, de a jelekből ítélve jól elboldogultál. Azt hittem, egyszerű csempészkedésről van szó, vallotta be Ahsoka. Kezdetben egy kicsit zavart, de aztán láttam, hogy milyen nagy szükség van a szállítmányokra az egész szektorban. Valahányszor letettem valamit, úgy éreztem, fontos dolgot csináltam, de nem volt elég. Amikor első ízben vészjelzést vettem, rájöttem, hogy többet is tehetek. Állandóan azon töprengtem, miért érsz el néha teljesen véletlenszerűen a menetrendtől, mondta Fardi a fejét csóválva. Ha beszéltünk volna róla, ha megszerveztük volna, hosszabb távon is csinálhattuk volna. Így viszont azt hiszem, el kell menned. Nekünk pedig egy darabig mindent törvényesen kell intéznünk, hogy visszaszerezzük a jó hírünket. Megint az adósod vagyok, felelte Ahsoka. Ez a második alkalom, hogy befogadtál, amikor nem volt hová mennem, és a második alkalom, hogy megvédtél a helyet, hogy feladtál volna. Jó szerelő vagy, válaszolta vigyorogva Fardi. És kevés ismerősömről mondanék le csak azért, mert meglátok egy-két birodalmit. Köszönöm, mondta Ahsoka. Elindult az ajtó felé, de aztán megállt. Kockázatos volt hangosan kimondani bizonyos szavakat, de meg kellett tennie, mielőtt elmegy. Visszafordult és megszólalt. Fardi, nagyon vigyázz Hedalára. A férfi viselkedése azonnal megváltozott. Aggodalmasan ráncolta a homlokát, de a szemében az elszántság fénye villant. Mi van vele? Kérdezte elkomorulva. Hedala... kezdte Ahsoka, de elhangatott, mert hirtelen nem tudta, hogyan folytassa anélkül, hogy túl sok mindent elárulna. Ő különleges. Senki sem tudhatja, hogy mennyire különleges. Ez nagyon fontos. Fardi pislogott, és aligha nem összerakta magában a töredékeket. Nyilván látott már furcsa dolgokat a kislánytól, és ezek most eszébe jutottak. Gondolt, hogy amikor majd felnő, ő is... szerelő lesz? Kérdezte aztán, és Ahsoka tudta, hogy a férfi mindent ért. Nincs senki, aki taníthatná, válaszolta, és igyekezett gondosan megválogatni a szavait. Már is többet árult el magáról, mint szerette volna, de eddig minden oka megvolt arra, hogy megbízom Fardiban. Nem fogja kinőni, de végül más dolgok fogják érdekelni. Rajta tartom a szemem, fogadkozott Fardi. Ígérem. Köszönöm, felelte Ahsoka, és sajnálom, hogy ennél többet nem tehetek. Pontosan tudom, hogy eddig mit tettél, válaszolta Fardi, és most, hogy már tudom, miért jöttél vissza, azt hiszem, nem tartozol semmivel. A férfi a jobbját nyújtotta, Ahsoka pedig megfogta és megrázta. Aztán összeszedte az asztalon hevelő alkatrészeket, és a kamrájába sietett. Megállt a közepén, lenézett az ágyra, majd a poltra, amin ezt a kevés személyes holmiát tartotta. Aztán letérdelt, és az ágyra öntötte a zsáktartalmát, hogy újra megvizsgálja az alkatrészeket. Valójában szerette volna lehúnni a szemét, megidézni az erőt, és azt látni, hogy a darabok valahogy összeillenek. Csak hogy kinyílt mögötte az ajtó, és tisztán hallotta a ház hangjait. Nem akart kockáztatni, ezért gyorsan visszacsúsztatta az alkatrészeket a zsákba, és megkötötte a zsinort. Aztán betette a csomagot abban a nagy zsákba, amit Nira adott neki a radán,
és berakott mellé néhány vaszkot, amit a gyerekektől kapott, annék, ha nem azt hitték, hogy még több csillogó apróságra vágyik. A vállára emelte a zsákot, eligazította a lekujját, és megfordult. Hedala az ajtóban állt, és rendkívül komolyan nézte őt. Nem akarom, hogy elmenj, mondta halkan. Muszáj, kicsim, felelte Asoka. Ha maradok, veszélyt hozok mindenkire. Az árnyék nem jött vissza, válaszolta Hedala, de azt hiszem, vannak más árnyékok is. Asoka nem lepődött meg azon, hogy a kislány érzékelt valamit, amit ő nem. A gyerekekkel gyakran megtörtént. Jól bántak az erő egyik aspektusával, de a többivel nem, amíg nem kapták meg a megfelelő képzést. Obi-Wan elmesélte Asokának, hogy a mestere Qui-Gon azért találta meg Anakint, mert felfigyelt a fiú kiváló reflexeire. Asokának az a képessége működött a legjobban, hogy érzékelte mások érzéseit, illetve azokat a szándékait, amik vele voltak kapcsolatban. A jelekből ítélve Hedala messziről megérezte a veszélyt. Ez a képesség bármikor jól jöhetett, különösen egy olyan korszakban, amikor minden előérzékeny teremtmény automatikusan a hatalom célpontjának számított. Megbirkózom vele, hála neked, amiért figyelmeztettél, jelentette ki Asoka, és csak nem biztos volt abban, hogy ez valóban így lesz. A te dolgod az, hogy kerüld az összes árnyékot. Érted, miről beszélek? Hedala bólintott, és átölelte Asoka derekát. Asoka meglepődött, aztán rátette a kezét a kislány vállára. Pár pillanatig így álltak, majd Hedala elhúzódott. Viszlátásra, búcsúzott a kislány. Hiányozni fogsz. Te is nekem, felelte Asoka. Egymás kezét szorongatva mentek el a főbejáratig, aztán Hedala addig integetett, amíg Asoka befordult a sarkon. Asoka a gondolatát is gyűlölte annak, hogy megint elhagyja a kislányt, de nem tehetett semmit. Túl kényes helyzetben volt ahhoz, hogy még egy gyermekkel is törődjön. Tudta, hogy Hedala sokkal jobb helyen lesz a családjánál. Fadi legalább tudta, hogy mire kell vigyáznia, és elmondhatta a család többi tagjának azt, amit tudniuk kellett. Asokát még ennél is jobban bántotta a tudat, hogy nem Hedala az egyetlen erőérzékeny gyermek a galaxisban. Nem is olyan régen, a Jedik még több ezren voltak, mert több ezer Hedalához hasonló gyermek létezett. És Asoka nem kételkedett abban, hogy ez manapság is így van, csak hogy a jelenkor erőérzékeny apróságai nem részesülhettek felkészítésben. Ráadásul a birodalmiak vadásztak rájuk. Ez megint egy tétel volt azon dolgok listáján, amelyekkel Asoka nem kezdhetett semmit. És egyre jobban gyűlölte ezt a listát. Felsétált a hajója rámpáján. A burkolatot és a navigáció számítógép adattárát is gondosan tisztára törölte a legutóbbi akciója után, és letette a zsákját. Amikor letelepedett a pilóta ülésbe, már tisztában látott. Most legalább csinálhatott valamit. Gyorsan elvégezte a felszállás előtti ellenőrzést, bár nem sietett különösebben, és amikor megkapta az engedélyt, felemelte a gépet a felszínről. Mivel nem volt igazi célja, beállított egy irányt, és fény alatti sebességgel repült az egyik szomszédos bolygó felé. Azon a világon kevesen éltek, és tele volt hegyekkel. Nem sokáig bujkálhatott ott, de jó ötletnek tűnt, hogy pihenjen pár napot, és kidolgozzon egy új tervet. Ha felkészületlenül elrohant volna valahová, azzal csak még rosszabb helyzetbe kerül. Menet közben ellenőrizte a héjazatot és a számítógépet, jeladó jelenlétére utaló nyomokat keresett. Eléggé megijedt attól, hogy a birodalmiak váratlanul beállítottak Fardiék házába, és tudta, hogy ha valamikor, akkor most nem engedhet meg magának semmiféle hanyagságot. Nem sokáig volt távol a hajójától, de annyi idő éppen elég volt ahhoz, hogy valaki felrakjon rá egy jeladót. Nem talált semmit, de nem tudott megszabadulni attól az érzéstől, ami akkor jelentkezett a bensőjében, amikor Hedala figyelmeztette az új árnyékok felbukkanására. De legalább a fedélzeten volt a zsákmányolt birodalmi sugárvető, vagyis szükség esetén harcolhatott. Elő is vette a rejtek helyéről, és úgy tette le, hogy könnyen elérhesse. A hajó finoman megremegett, amikor behatolt a bolygó légkörébe, és Asoka keresni kezdett egy jó helyet, ahol leszállhat és eltölthet néhány napot.
Végül talált egy széles sziklateraszt, amelyen bőven elfért a gépe. Elég magasan volt, vagyis számíthatott rá, hogy csípős hideg fogadja odakint. A bolygó kisebb volt, mint az, amelyiken Fardiék éltek, de nagyobb a radánál, úgyhogy a gravitáció sem okozhatott gondot. Mindent egybevetve, megfelelőnek látta a helyet ahhoz, hogy letáborozzon egy időre és átvizsgálja a hajóját. Jelenleg tökéletesen működött ugyan, de rég ráfért volna egy alapos ellenőrzés. Ahsoka éppen a plazmálószó finom hangolását végezte, amikor meghallotta egy közeledő gép hajtóműveinek zuggását. A sugárvetőt a pilóta fülkében hagyta, ezért berohant a hajóba, hogy magához vegye. A derék szíjára csatolta, majd óvatosan leereszkedett a rampán. Most már jól látta a közeledő gépet. A hegycsúcsokat kerülgetve tartott felé. Ha csak kutatást végzett volna, magasabban repül. Ahsoka kíváncsi volt arra, hogyan találtak rá, de nyomban rájött, hogy mivel nem hajtott végre hiperugrást, bárki könnyen követhette. A hajó régi lehetett, de gondosan karban tartották, ezt még messziről is meg tudta állapítani. Nem szállított rakományt, és valószínűleg egyetlen pilóta vezette. A személyzete kettő, legfeljebb három főből állt. A gép ereszkedni kezdett, egyenesen Ahsoka felé. De legalább nem nyitott tüzet. Ahsoka higgadtan várt, amíg a hajó leszállt. A rámpa leereszkedett, és a tetején megjelent egy alak. Nem lehetett megállapítani róla, hogy férfi vagy nő, sem az, hogy melyik fajhoz tartozik. Sötét páncélt viselt, ami a feje búbjától a sarkáig beburkolta a testét. A derekán legalább két sugárvetőt viselt. Ahsoka nyugalmát megőrizve tovább várt, míg nem meghallotta a modulált hangot. Ásla pilóta, gratulálok! Sikerült felhívnia magára a fekete nap figyelmét. Obi-Wan az erőt figyelte, és nem talált semmit. Sok időbe telt, mire lejutott a transz állapotnak erre a mély szintjére, és most, hogy megérkezett, vonakodott felmerülni, bár ezúttal is kudarcot vallott. Képek villantak el a szem előtt. Látta Padmét, amint a gyermekeivel az oldalán haldoklik. Látta Jodát, amint új küldetést és célt ad neki. Látta Anakint, amint elevenen elég a Mustafar láva folyójának partján, őt hibáztatva mindenért, ami félrecsúszott. És minden félrecsúszott. Obi-Wan visszatért arra a helyre, ahol az ő gondosan szervezett és rendezett élete elkezdett széthullani. Természetesen nem pont oda. Larszék a semmi közepén éltek, és Obi-Wan még sosem jelentett a túlynak azon részén, amíg nem vitte el nekik Luke-ot. De ez volt az a bolygó, ahol az egész élete mindörökre megváltozott. Elment Shmi Skywalker sírjához, hogy bocsánatot kérjen, amiért elvesztette Shmi fiát. Sosem találkozott az asszonnyal, csak Anakin történeteiből ismerte, de Qui-Gon tett neki egy ígéretet, amit Obi-Wan nem tudott betartani. Amikor ott állt, és a kőtömböt nézte, mélységes szégyenérzet szállta meg. Shmi sokáig rabszolgaként élt, és ő mindent megtett, ami hatalmában állt, hogy Anakin ne térjen vissza ide. Csak egy jó ember szerelme mentette meg Shmit, az a fajta szeretet, amit a Jediknek tartózkodniuk kellett. Ám ez az érzés elért valamit, amit a Jedik nem tudtak elérni. De mindez már a múlté volt. Amit Obi-Wan mostanában tett, azt a bizonytalan jövőért és a reményért tette. Egész életében bízott az erő világos oldalában. Nem tudott okot arra, hogy változtasson ezen. Megtalálta a meditáció centrumát, a csendes helyet, ahol nem léteztek érzések, sem ellenállás, sem világi kötelékek. Megállapodott azon a helyen, és ismét az erőt figyelte. Továbbra sem tapasztalt semmit. Obi-Wan kiemelkedett a transz állapotból, a kudarca miatt inkább bosszúsan, mint csalódottan, és Ben Kenobi házának közepén találta magát. A házat csak a legszükségesebb bútorokkal és felszerelési tárgyakkal rendezte be. Nem sok ideje élt itt, de gyanította, hogy ha még addig maradna is, amíg Luke Skywalkernek hosszú, őszakálló nő, akkor sem birtokolna többet. A Tatooine nem az a hely volt, ahol ez könnyen ment. Obi-Wan felállt, és a térde eléggé riasztó módon recsent egyet, alig ha a kor miatt, inkább a sivatagi klíma lehetett a felelős.
Megtöltött egy poharat vízzel, és visszatelepedett a padlóra. Valami megragadta a figyelmét. Azon kevés tárgy egyike, amelyek a régi életéből származtak, és amiket kihozott ide, ebbe a sivatagi magányba. Anakin Skywalker fénykardja. Mindössze ennyi maradt abból a fiatal férfiból, aki miatt sokat bosszankodott, de olyan volt számára, mint egy testvér, vagy mint a legjobb barát. Anakinnak minden más része beleveszett a gonoszságba és sötétségbe. Obi-Wan ugyanúgy nem menthette meg őt, ahogyan azokat a Jediket, akik talán túlélték a tisztogatást, és azóta próbálták megtalálni a helyüket az új rendszerben. Obi-Wan csak annyit tehetett, hogy gondoskodott arról, hogy Luke megérje a felnőtt kort, és majd felkészítse a fiút, ha kiderül róla, hogy örökölte az apja képességeit. Pár pillanatra elgondolkodott azon, hogy a kislány vajon hogyan él Bail Organa védőszárnyai alatt. Aztán leunta a szemét, és vett egy mély lélegzetet. Ismét merülni kezdett. Emlékek és álmok között csuhant lefelé. Látta Cody parancsnokot, amint odaadja neki a fénykardját, de pár másodperccel később tüzet nyit rá. Látta Anakint, amint hangosan nevetve végrehajt egy képtelenül nehéz leszállást, és megint megmenti az utasai életét. Látta Ahsokát, amint a kezét csípőre rakva áll, és kérdésekkel bombázza őt. Látta Palpatint kancellárként. Olyan tökéletesen átázta magát, hogy ő még akkor sem észlelte a szörnyetek gonoszságát, amikor már tudta, hogy hol és mit kell keresnie. Obi-Wan elengedte maga mellett ezeket a dolgokat. Ezúttal könnyebben ment. Minden alkalommal egyre könnyebben ment. Ettől viszont megfájdult a szíve, mert eszébe jutott, hogy annyira ingatag, hogy képes elfordulni tőlük a célja érdekében. Amikor viszont erre gondolt, hallotta Jodát, amint emlékezteti őt arra, hogy a munkája rendkívül fontos, és a jövőre kell összpontosítania, mert ahhoz képest nem számít a múlt, de még a jelen sem. És ehhez még egy nagy áttörésre szüksége volt. Megint leért a legalsó szintre, a békés helyre, ahol a kételjei, a félelmei és a jó érzései is elszálltak. Hirtelen rádöbbent, hogy ez még nem a legalsó szint, mert van egy még mélyebb. Kitartóan összpontosított, s végül áttörte az életet és a halált elválasztó falat. Érezte, hogy a túloldalon sötétség várja, de ő maga fényben lebegett. Az érzékszervei tökéletesen, de furcsán működtek. Egyszerre hallott minden hangot, és egyet sem. Beletelt pár pillanatba, mire ki tudta választani azt az egyet, amit a legjobban szeretett volna hallani. Egyedül volt, de összekötetésben állt valakivel. Csak egyetlen pillanatot kapott, és már is visszarándult a valóságba, de ennyi is elég volt ahhoz, hogy feltámadjon benne a remény. Obi-Wan, mondta Qui-Gon Jinn tiszta, jól érthető hangon. Végre!